A föld alatti manó lánya, finn mondta. Volt egyszer egy fiú, aki az erdőben sétálva megpillantott egy gyönyörű, szép leányt. Oda ment hozzá, és beszédbe elegyedett vele. Beszélgettek egy darabig, aztán a leány meghívta őt magukhoz. A fiú el is indult vele. Útközben a lány figyelmeztette: Kínáljanak bármivel, te semmit el ne fogadj. Ahol ezt mondta, hirtelen megnyílt a föld, és már is a leány otthonában voltak. Mert nem más volt ő, mint a föld alatti Monó lánya. Takaros házban laktak. A fiút mindenféle jóval kínálták, de ő nem fogadott el semmit. Nem tehettek mást a szülők, hozzá kellett adniuk a leányt. Meg is tartották az esküvőt. Egy idő után a fiú kezdett hazavágni. El is indultak együtt, de nem vittek magukkal semmit. A leány azt mondta légy nyugodt, minden jön utánunk, de hátra nézned nem szabad. Mentek hát a fiú szüleihez, közelettükre ugatni kezdtek a kutyák, bőgtek a tehenek, még az órák is mind vertek, az emberek meg úgy hangoskodtak, mint lappok a sátorban. Amikor beértek az udvarra, a fiú már nem bírta tovább, és hátra nézett. A kíséret egy része belül volt a kapun, a másik fele azonban a nagyobbik, még most jött volna befelé, de ahogy hátra tekintett, a hatalmas nyáj ketté szakadt. Ami belőre került már, ott is maradt. Volt köztet tehén, birka, kutya és szolga szép számmal. Hanem ami kívülreket, az eltűnt mindegy szálig. A leány bánatosan korholta a fiút. Látod, látod, mennyit veszítettünk most miattad.